Utánpótláskorú versenyzők egész sora remekelt Debrecenben, az ott megrendezett felnőtt úszó bajnokságon. Közülük Németh Nándor a vendégem, aki 100 méter gyorson nem csak a szám győztese lett, hanem új magyar csúccsal bejutott a nyári budapesti felnőtt világbajnokság keretébe is. A 17 éves úszót edzője Plagányi Zsolt kísért el hozzánk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát először is gratulálok, nem tudom, hogy mennyire számítottál erre az eredményre. Azért mindig is jól ment neked ez a rövid táv, de mondtad, hogy 49 alá azért még nem gondoltad volna talán, hogy le tudsz menni. Hát igen, ez így volt, a 49-en belüli időt akartam úszni. Hát szerintem senki nem számított erre, hogy 49 alá, és főleg ennyivel és országos csúcsa tudok úszni 100 gyorsan, tehát nekem az elképesztő volt akkor is, mégis most is egy kicsit még olyan, hogyha visszagondolok rá, akkor hihetetlen, de nagyon jó. Senki nem gondolta volna, tényleg? Hát, hogy 49-en belül lesz, az biztosra vettem, tehát ezt fel is írtam előre, meg is mutattam neki, egy hetek előtte első háromba vártam a 100 gyorsan, és 49-en belül. Természetesen felnőtt országos csúcsot nem lehet tervezni, tehát ez egy nagyon jól sikerült verseny volt, de hát örülünk neki. Mikor március elején talán nagyon óvatosan fogalmazott, még valahol olvastam, hogy van egy tehetséges úszom, akire majd figyelhetünk, de nem akartam még elkiabálni. Mennyire gondolta volna az, hogy nem kell sokat várni, talán még egy hónapot se, és aztán országvilág előtt ő bemutatja saját magát? Hát én nagyon reméltem, hát a célunk az ifjúsági világbajnokság volt már szeptember óta. Arra készültünk, eddig is készülünk továbbra is, és azt gondoltam, hogy az OB mindenképp jó főpróba lesz erre. Azt mondtad, hogy ugye nagyon meglepett téged is, ilyenkor mennyire tudsz, hát 100 méter az nagyon gyors, nem tudsz nézelődni, mi történik körülötted? Hát nem, ilyenkor csak úszok, és hát éreztem, hogy jó idő lesz azért, mert ott volt mellettem egy világon ismert úszó, a Peti. És akkor éreztem, hogy nagyon jó idő lesz, ugye a végén is vele mentem végig, és akkor az utolsó 15 méter volt az, ami döntött. Na milyen volt, amikor megfordultál és felnéztél a táblára? Gondolom, hát ezek azok a katartikus pillanatok, amire azért, amikor leesik, hogy úristen, mit is csináltam. Hát igen, így néztem a táblát nagyon erőteljesen, hogy az időt állítjam. Így kinéztem ugye a szüleimre, meg úgy láttam, hogy senki így nézik, hogy ez biztos, és ugye nem tudtam, hogy országos csúcs. Aztán, amikor kiírta a tábla, hát egy ideig azért, tehát úgy néznem kellett a táblát, hogy biztos, hogy ennyi az idő, mert hát nekem az elképesztő volt akkor. Miben változik az élet mostantól Nándor számára mondjuk, vagy akár az edzője számára is? Ugye jön az ifjúsági Európa-bajnokság, aztán világbajnokság, de most mégis ott van a felnőtt keretben is. Ugye Sós Csaba szövetségi kapitány azt mondja, azért még egyéniben talán nem indítja el. Milyen tárgyalások, gondolatok és akár egy edzői átgondolás következik ilyenkor a szezonra, és egyáltalán arra, hogy mit kezdjünk ezzel a tehetséggel? Hát ez nagyon komoly felelősség, egyrészt másrészt nem könnyű feladat, mert 8 héten belül lesz egy ifjúsági EB, rá 4-5 hét múlva egy VB, amin indul, de nem egyéniben. Nem, akkor végig is a váltó lett. Igen, az egyént én kértem, hogy ne vegyünk most a részt a VB-n kivételesen, mert egyszerűen annyira üti szakmailag egymást a dolog, annyira közel van, és utána egy 5 hét múlva meg van az ifi VB, ami a saját korosztálynak a legfőbb versenye. Hát ez szakmailag nagyon nehéz ez a feladat, hogy hogyan tudunk úgy fölkészülni, hogy a lehető legoptimálisabb állapotba kerüljünk, mert ugye 8 hét múlva valahol formát kell mutatni a ifi EB-n. A legegyszerűbb az lenne, ha közvetlenül az ifi VB-re tudnánk készülni, de hát közben van egy-két állomásunk. Ugye az, hogy szakmailag mit mondanak, az egy dolog, de azért mégiscsak itthon lehetne egy világbajnokságon egyénileg szerepelned. Ez számodra mennyire volt elfogadható érv, hogy itt most még nem kéne? Mert azért ugye mindenki mégiscsak hazai közeg előtt szeretne versenyezni. Hát nekem elsősorban ugye az ifjúság, tehát még ifjú vagyok, úgyhogy nekem a saját korosztályomban kell ugye versenyeznem, amíg lehet, de hát nyilván nagyon jó lett volna, hogyha az egy közönség előtt tudok egyéni számba indulni, de hát ugye szakmailag is, meg amúgy is jobb most, hogyha csak váltóba. Ilyenkor ez szempont, hogy mekkora lehetőség az egy fiatalnak, hogy hazai közönség előtt egy világbajnokságon ússzon? Persze. Mert ugye a szakmai szempont talán pont ellentmond ennek. Hát fog úszni, mert a váltóba úszik, és az mindenképp jó. És azért lett ez a döntés, hogy váltóban mindenképpen.
Hát nem csak ezért van, hanem ő a legjobb gyors úszó jelenleg Magyarországon, tehát ő mindenképpen a váltóba helyet kap. Tehát az egyértelmű volt, hogy a váltóba úszik, és a 400-as vegyes váltó és akár a 400-as gyors váltó is döntő esélyes lehet, tehát akár a világbajnoki döntőbe is úszhat. A mostani eredmény reálisan nézve talán egy középdöntőt érhetne, talán nem, főleg így, ilyen körülmények között, hogy ilyen sokszor kell formába kerülni. Az a biztosabb, hogyha inkább munkába marad, és úgy próbál maximális formát kialakítani a VB-re, az ifjúsági VB-re. Mi az, amiben Nándor kivételes? Amiben tényleg lehet látni, hogy tehetség? Hát több faktora van. Egyrészt testalkata, nagyon jól siklik a vízem, az nagyon fontos. Könnyű teste, ez olyan könnyed izomzat, ami nagyon jól használható az úszásba, tehát egy laza, könnyen lazuló képességű izom. Ehhez dinamikus. És hát én nem kérdezte valaki, hogy mikor állítottam rá a sprinttávra, de erről szó sincs, nem állítottam rá a sprinttávra. Hosszú távon is jó, tehát éppen még januárban is törtem a fejem, hogy mi legyen, hogy 1500 felé menjünk, vagy 100 felé, és nem dőlt ez el, tehát a felkészülés továbbra is megy mind a két, vagy mind a több távon is, és nagyon jól úszik több úszásnemben. A 100 hátas idejét is meg tudta javítani az utolsó napon a vegyes váltóba, tehát több úszásnem, több táv, nagyon sok oldalú versenyző amellett, hogy tényleg jó alkata van, meg nagyon jól áll a munkához is. Te hogy találtál rá az úszás? Azért annyira nehéz megtalálni egy fiatal gyereknél, hogy miben lesz majd tehetséges. Van, aki elkezd futni, van, aki elkezd úszni, mondjuk az úszás szerintem egy alap az életben. De hogy találtad meg, és hogy szerettél bele? Hát én is egyszer több sportot, a focit és az úszást kiskoromban. Tehát a foci és az úszás volt nekem, és a tesóm által jött, mert a tesóm is sokat úszott, és nagyon jó eredményeket ért el, és láttam, hogy ő is szereti, és akkor a foci mellett még az úszást csináltam, de ugye ez hosszú távon nem működött, mert ugye egyik edzésről futhattam a másikra, úgyhogy választani kellett, és akkor az úszás megmaradt. Mit kellett ezért feláldozni? Ha jól tudom, hogy a Siófokról kellett feljönni, és azért ott a család, az úszók esetében általában mindig ez a nagy probléma, hogy ha igazán jól szeretnének, akkor fel kell jönni Budapestre, de ennek valamilyen szinten hát a család látja a kárát, vagy hát nem is ezt mondanám inkább, az biztos, hogy nagyon kell a családi támogatás. Hogyan oldjátok ezt ti meg? Hát amikor tudunk, minden hétvégén hazamegyünk, ugye, amikor nincs verseny, akkor hazamegyünk. Hol laksz egyébként? Siófokon. De hogy itt Budapesten, ja, itt amikor... Törökbálinton lakunk. Hát, lakunk, mindig többes számban beszél. Igen. Kivel? Anyuval. Anyukáddal vagy itt fent. Hát lassan már 5 éve. Hát az első pár év azért az nehezebben ment, de most már azért lassan kezdünk hozzászokni, és amikor teltünk, ugye megyünk vissza haza. Kell az is egy ilyen versenyző esetében, hogy ezt a fajta életet ő tudja viselni? Mert ugye csak a család szétesik ilyenkor valamilyen szinten. Hát nem mondjuk csak ő, az egész család, hogy hajlandó legyen, hát meg ezt az áldozatot meghozza, csak köszönet illeti őket. Első pillanatul így gondoltam ezt, és hát most talán most ad vissza az élet az áldozatért már eredményeket. Hát most érezhetik azt, hogy értelme volt ennek a dolognak. Sokszor jönnek ide hozzánk utánpótláskorú versenyzők, és mindig az a téma, hogy vajon mennyit edzenek? Mennyire kell kiégetni egy fiatalt, akár elküldeni egy felnőtt világbajnokságra, és mennyire kell őt óvni, védeni, bepólyázni mondjuk úgy, és vigyázni rá, hogy mire kiforrott versenyző legyen, addigra ne égjen ki, ne sérüljön le, ne unja meg az egészet, ugye, mert hát végig is ez egy elég monoton sportág. Ezt hogyan lehet megoldani? Hát én azt gondolom, hogy egész edzői pályafutásomra az jellemző volt, hogy nem égettem ki a versenyzőket, tehát nem versenyeztettem, nem edzettem túl korán, túlzott mértékben. Mindig optimális mennyiséget igyekeztem adni. Hát a Nándi késő érő típus, tehát viszonylag későn serdül. Ha megnézzük a felvételeket, az izom mennyisége is jóval kevesebb, mint az átlagos ilyenkorú versenyzőknek, és szerintem sikerül ebbe tartani. Tehát pont ezért is gondoltam ezt így, hogy a VB most nem annyira forszírozzuk, de az élmény meg lesz, a 15 ezer néző előtt lehet versenyezni, viszont a saját korosztályában minél jobb eredményt érjen el, és jövőre meg a felnőtt mezőnybe belép. Hát egy elég jó belépővel kezdett, és egy még jobban fog szerintem, hiszen a 18 évesek korosztályos csúcsát jelentősen megjavítva lett felnőtt országos csúcstartó, ezt tovább fogja tudni javítani, biztos vagyok még az év során. Hát nagyon várjuk, sikereket kívánok a saját korosztályodban is, és természetesen majd a felnőtt VB-n is figyelünk majd. Köszönöm szépen, Köszönjük.